A Leónsz és Lénában jelen van egy birodalom, popó birodalom, tehát van, és van egy királyunk, és azt éreztem, hogy minden királyság és minden birodalom mutatni akarja az ő pompáját, és erre vannak különböző terek, placok, hősök terék és különböző emlékművek, ami mind-mind azt jelenti, hogy milyen grandiózus dolog vagyunk. És azt éreztem, hogy annak a nyomasztását, hogy valami, a Leónsznak valami grandiózus és szerintem számára tökéletesen lényegtelen játszmához kapcsolódni kellene, azt egy olyan díszlet, amit valóban azt látjuk, hogy ez nyomaszt, ez hatalmas is, és ennek a súlyát én nem akarom cipelni, az szerintem remekül szolgál az előadást, úgyhogy inkább körülbelül így született maga az a gondolat, hogy ez egy nagyon nagy formátumú, erős kép legyen. A romantika pellengére állítása a darabban is ott van, és ezt kár lenne kihagyni. Azt, hogy az érzelmek, ugye, és közben ott van az élet értelmén való folyamatos töprengés, ezzel a felfűtött érzelmi halmazzal együtt, és azt éreztem, hogy ezt a darabban különböző eszközökkel érdemes, nem csak zeneileg, hanem képileg, akár csak azt nézzük, hogy jelmezileg egy másik időségbe helyezni. Ez nagyon nehéz egy Büchnernél, hogy azért ez egy lázadó, tehát egy fiatal emberről beszélünk, aki nem csak hogy 100 évekkel megelőzte a korát látásmódban, és akár a drámáit tekintve, hanem egész egyszerűen végigkíséri az életét a lázadás. Tehát ez nyilván nem egy konformista mű bizonyos nézőrétegnek, de összességében ez Büchnert, kár lenne Büchnert rosszul játszani. A Leónsznak mindenképpen adott valamiféle tehetsége, ami egy nyelvi tehetség. Tehát a végigkíséri a darabot egy nyelvjáték, egy bravúros költői orgia, amit azt érzem, hogy egyrészt egy újrafordítással talán újra lehetett volna teremteni, de ezen túl azt éreztem, hogy a mi Leónszunk, aki a Szemenyei Jani, az ő zenei tehetségét kár lenne kihagyni ebből. Tehát, hogy valahogy azt érzem, hogy az, hogy ez az ember mindenfélét teremt, aztán megun, aztán egyszerűen a hangulatait a zene nyilván erősebben tudja mutatni. És ehhez egy kiváló társulatot kaptam. Tehát ott van a színpadmester, aki dobol, és konzit végzett, és akkor itt van mellette a kellékesünk, aki basszusgitározik. Tehát azt éreztem, hogy ezt az ittszert nem hagynám ki. A legelső kihívás az önmagában az, hogy egy anyagot az ember úgymond egy csapattal, egy közösséggel, egy társulattal megszerettessen, vagy legalábbis az erényeit megfelelőképpen lepolírozza, hogy az nyilvánvalóan csillogjon. Szerintem ezt a munkát jól sikerült elvégeznünk, nekem és a kis alkotótársaimnak. De ami bizonyos, hogy az első tapasztalatom az nagyszerű volt, hiszen egy nyitott közösséggel találkoztam, és tulajdonképpen, amint azunk a díszletben is látható, tehát tulajdonképpen volt lehetőség arra, hogy az eredeti terveinket valósítsuk meg.